Letisztult stílusú fehér templom, tetején csillag. Néhány hónapja már ez az épület az otthon a rakamazi református gyülekezetnek. A megye határán lévő kisvárosban mintegy 30-40 ember jár vasárnaponként református istentiszteletre, amelyet korábban az iskolában, majd egy saját imaházban tudtak megtartani. Közel 10 éve gyűjtögettek a saját templomra, amely végül állami támogatás segítségével 170 millió forintból épülhetett meg. Alapkövét 2019. decemberében tették le, idén márciusban pedig már sor is került benne az első istentiszteletre. Az ünnepélyes átadóra azonban egészen múlt szombatig kellett várni. A templomnak a jelentősége pedig az, hogy itt, ahol római katolikus, görögkatolikus erős felekezeti kötődés van a városban, és van egy marokkni reformátusság, ők sem maradjanak olyan istenháza nélkül, ami templomnak nevezhető. Ez egy kis ékszerdoboz, nem egy nagy katedrális, de lesz rajta mit belakni, és minden csoport, minden réteg meg fogja találni a helyét itt a rakamazi gyülekezet templomában. A hétvégi átadón a miniszterelnökséget vezető miniszter úgy fogalmazott, a templom építés a jövőbe vetett hit bizonyítéka. Olyan időket élünk, amikor különösen nagy szükség van a hitre, mint a megmaradás zálogára. Ismét arra van szükség, hogyha ne is hegyeket mozgassunk meg, de egymásra tegyük a köveket és a téglákat, és ezáltal is közösséget építsünk. 4 éven belül ez már a 3. új templom a Nyírségi Egyházmegyében, amelynek a rakamazi a 78. egyház közössége. A térség országgyűlési képviselője szerint ez egy hitében erős gyülekezet, amely bízik a jövőben. Amikor megállunk, legelső gondolatunk az, hogy ennek a viszonylag kis létszámú gyülekezetnek milyen szép temploma van. Ez figyelmeztet minket arra, hogy ne ítéljünk elhamarkodottan, hiszen az erő nem mindig a sokaságban van, lehet egy kis közösségben is olyan nagy hit és szeretet, ami nagyobbá teszi őket, mint egy sokkal nagyobb, de hitetlen és közös célok nélküli közösséget. Rakamaz polgármestere arról beszélt, egy város olyan, mint egy nagy család, tagjai közös hittel, közös célokkal rendelkeznek. Közös hitünk alapja az volt, hogy tiszta szívvel tudtunk abban bízni, hogy ez a templom felépülhet. Közös hitünk alapja az, hogy abban reménykedünk, hogy a felépült rakamazi református templomban sokan fogják újra megtalálni hitüket, sokan fognak megnyugvást találni. Közös hitünk alapja az, hogy tudjuk, a templom olyan, mint a több száz éves diófa. Nem csak múltja van, hanem jövője is. Ez a templom a jövőnek épült. A rakamazi gyülekezetben igazi közösségi élet van. A tagok nem csak az Isten tiszteleten találkoznak egymással. Van férfi kara, a nők csoportos gyűléseket tartanak, és a gyerekeknek is vannak foglalkozásaik.